Szagos a rozmaring, földre hajlik az ága. Pántlikás kalapó, a hideg szél fújdogálja. De fúj a szele, úgysem soká fújdogálod már, mert a Ferenc Jóska katonája leszek már. De sebesen forog a magyar gőzös kereke, mikor a belseje regrutákkal van tele. Egy barna lány sírva kéri a mozdonyvezetőt, hogy hozza vissza néki a regruta szeretőt. De egy barna lány sírva kéri a mozdonyvezetőt, hogy hozza vissza néki a regruta szeretőt. De kalocsáról neki kell masírozni, de olyan vígan megyek ki belőle, mert úgysem volt egy szép szeretőkben. De olyan vígan megyek ki belőle, mert úgysem volt egy szép szeretőkben. Felment Garibaldi egy
onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a Magyarországról. Onnan nézte szép Magyarországot, hogy harcolnak a Magyarországról. Thank you.
Tartson érte, míg a föld tart, paradicsom hazájában, éljen, mint hal a Dunában. Magyarország az én hazám, neked szült és nevelt anyám, száz esztendő nem a világ, ilyen a magyar szabadság. Száz esztendő nem a világ, ilyen a magyar szabadság. Nagyon-nagyon köszönjük a Csík zenekarnak ezt a fantasztikus nyitányt. Nagyon köszönjük, hogy a Csík zenekar picit átemelt minket az utca porából, a vírus okozta zajból ebbe a elméleti térbe, abba a térbe, ahol a Magyar Művészeti Akadémia őszi irodalmi gáláján különböző kiváló művek fognak megszólalni. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon köszönjük önöknek, hogy ebben a helyzetben is elfogadták meghívásunkat. Itt vagyunk, és együtt ünnepelhetjük a magyar irodalmat, és együtt ünnepelhetjük majd még estünk folyamán a Csík zenekart is. Ahogy megszokhatták, korábbi gálaesteinkhez hasonlóan, ma is vers és próza színpadi összeállításokat hallhatnak kortárs magyar írók, költők, a Magyar Művészeti Akadémia egykori és mai tagjainak műveiből. Ma is elsősorban az idei évben kerek születésnapjukat ünneplők írásaiból válogattunk, az ő életművükre szeretnénk felhívni nem csak az önök, hanem mindenki figyelmét, vigyék el ezt a hírt, ezt a jó szót mindenki felé. Kezdjük tehát az irodalmi műsort. Az idén 90 éves Madách Imre, Szabó Zoltán és József Attila díjjal és még sok más elismeréssel kitüntetett felvidéki prózaíró Duba Gyula egyik írásával. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, sok szólamú alkotó művei, hol szatirikus, hol szociográfikus hangútésűek, de mindig az emberi kapcsolatok állnak a középpontjukban, a maguk sok bizonytalanságával, az összetartozás és a szétválás megmagyarázhatatlan fordulataival. Most hallgassunk meg egy részletet Duba Gyula Szégyen című írásából, Bálint Márta Kossuth díjas színművész előadásában. Talán mindketten azért ittunk, hogy valamiféle bizonyosságot szerezzünk. Morvai ittasan is megnyerő volt, kedvesen határozott akart lenni. Igen, ittasan elvesztettük egyensúlyunkat. Komikus helyzet, játékos burleszk, komoly háttérrel. Leestünk és támogattuk egymást. Éreztük, hogy nevetségesek vagyunk. Nem szégyen érzett volt bennünk, hanem tehetetlenség és lemondás, menekülés valamitől, ami lehetetlen. A kőtéren majdnem elváltunk. Úgy tűnt, hogy mindenki megy a maga útján, de ő mégis hazakísért. Aztán mintha alaktalan idő következne. Mérhetetlen idő. Később az emlékezet sem képes eldönteni, egész szakaszok kimaradnak, számos részlet elveszett. A halvány lámpafényben szemben álltunk egymással. Karolt engem, és állandóan beszélt, és néha megcsókolt. Szenvedélyesen ölelt, és úgy tűnt, hogy céltalanul. Mintha keresne valamit, de nem találja, és végül elfelejti, amit keres. Kezdetben engedtem és tűrtem, mint egy akarat nélküli báb. Majd valamiféle érzés elmozdult bennem, apró szenvedélyként jelentkezett, megpróbáltam részt venni az ölelésben, egy pillanatra átfogtam a nyakát, és visszacsókoltam. Tovább nem jutott.
Gátlást éreztem ő benne, valami spirituális akadályt, mintha a teste kívánna, nagyon is akarna, de a tudata visszatartotta. És ő csak beszélt, beszélt, rábeszélt és győzködött, akkor is, amikor már felesleges volt, mintha magát beszélné rá valamire, mintha egy ismeretlen akarattal szemben tehetetlen lenne, aztán már szinte nem is beszéltünk, csak küzdöttünk egymásért, valamiféle kiegyenlítődésért, megértésért, közös akaratért, vagy békéért. És egyre reménytelenebbül. Végül rám nézett, hosszan nézett közelről, és azt kérdezte, elmenjek? Én mosolyogva visszanéztem rá a szemébe, hogy máskor is igyekeztem, hogy ne elutasító legyen a tekintetem, hanem megértő és megbocsátó. És a fejemmel bólintva, hangtalanul válaszoltam, igen. Szó nélkül állt és nézett néhány pillanatig, mintha elbizonytalanodott volna, töprengő és kissé szomorú volt a tekintete, némileg még imbolygott is, de ellentmondásos szenvedélye eltűnt, mint aki fejvesztettségéből váratlanul észhez tér. Fölvette a kabátját, kezet sem fogott velem, szervusz mondta, és elment. A szoba üres lett. Én azután sokáig nem aludtam el, de akkor még nem tudtam, csak másnap éreztem meg, hogy valami elmúlt. Ami régóta megvolt, most elveszett. Elmúlt sok idő, alig ha nem több, mint ami még előttünk van. Mióta másképp látom a dolgainkat, és másként gondolom át a köztünk lévő történteket, úgy érzem, hogy mindaz, ami velünk történt, életem legnyugtalanítóbb találkozása volt, valamilyen rejtélyes értékkel, aminek birtoklásával szemben mindketten tehetetlennek bizonyultunk. Kockázatos lehetősége lehetett valami újnak, esélye az ismeretlen másnak, sajátos létforma ígérete. Tisztázatlan jelenségként jön velem szembe az idő. Egyébként Morvai is sokat beszélt arról, hogy ő is az idővel viaskodik. Eszét ír. Tamás Menyhért, József Attila és Kossuth Díjas költő, prózaíró, akadémikus, Hadigfalván született bukovinai székely családban. Az idén 80 éves alkotó kisgyerekként került szüleivel Bácskába, majd a Dunántúrra, Tolna megyébe. Életműve, alkotói nyelvezete azonban erősen kötődik elvesztett szülőföldjéhez. A mostani vers összeállítást Trianon szédületében című idén a 100. évfordulóra megjelent verseskönyvéből válogattuk. Előadja Óber Frank Pál, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Versailles. Minden idegszálam tiltakozott az ellen, hogy felkeressem Trianont, szemembe fogadjam az ítélet házát. Felkerestem, mindvégig fáztam. Fázó ingel jöttem, fázó ingel fordítottam hátat a királyi hajléknak, az ezer színben díszelgő szökő kutaknak. Mély verejtékszagú pompa, élezem magam ellen a szót.
mély szegényes káprázat törpülök szülőföldemhez, Bukovinához. Hamarabb találtam a rácsos kijárati kapuhoz, mint ahogy tükrös termében elgondoltam, inkább menekültem, mint siettem. Nem tudtam elképzelni, hányan néztek szembe a tükörterem tükrével. Rácsvonalak rajzolódtak elém, idegvégződéseimben ország részek sajogtak. Bukovina után a hajdan időmmel erezett Erdély, a darásfészekké tett, majd újból odahagyásra kényszerített Bácska, a gyűlölségig izzított Felvidék, némultságára szorított Ungvár, Munkács, Beregszász. Fájó vagyok, fogant fájás. Sűrített pillanatában feketített múlt, fosztott jelen, kilátástalan jövendő. Táskában szégyenítő súly, Yves de Daruvár friss könyve, Trianon, a feldarabolt Magyarország. Szívemig mar a vérző gondolat, egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás. A tegnapi terű, ma is terű. Esztendők óta próbálom kiénekelni magamból. Gyász lepel, kiénekelhetetlen ének. Trianon strófák, Kálvária kereszt alatt, szuronyparancs, ti tarpai emberek, ti magyarok vagytok, és ti beregszásziak, ti pedig szlovákok. Ez a kő, amit itt láttok, ez a határ. Tarpa. 1919 nyara. Szédül a határkő, határkövek sora. Utánuk szédül az égkereső ima. Hiába kereslek, mind hiába, Uram. Akár ha homályló keresztre néznék, sorsunkat megint végzetére mérték. Fogy a szó, hadikfalvi idill, 1923. Kattan a kertkapu, enyhül a sóhaj, csendre int a küszöb, bennebb a szóval. Szív mögé, nyelv mögé, rejtekbe rejtsed, ahol a szó fogan. Minden nap ének, ahol a virradat másnapot ébred. Bácskai ég, Hortivára, 1944. Dobszóra riad az utca, a kert vég, utunkat megint ég alá szegelték. Kiparancsolt szájtól, ne várj imát, Uram! Kicsit dég, temető hosszig csángál az út. Hazajut. Hazajut, ha oltalmadba fut. Őrség.
Isten kezében élünk. Kitárt kéz, őrhelyet keresel, tekints szét, s bízva bíz Ireneusz tenyerében. Atyánk volt, szó mély, népoltár beszédű pap, éberítő szellem, testesült gondolat. Ötödik égtáj, negyedik égtáj, s a szórató ötödik, álmaikon gyűjtött emléktáj örködik, párnaaj szőttes, hajnalító üzenet, a haza-haza tapintható közelét emeli közelébb. Székely szonett, testvérem a szél futta út, ajkamon só, vércseppes ének, párálló lábam a semmibe fut, ahová a végek se érnek, ahol régtől nem rend a földi rend, színt, szót váltott a gyepű árok, az őrhe is csak felejtést dereng, éledő parancsára várok. Csak semmi dísz, változz előre, eddig kép légy a magad őre, még nem megint jelen lesz a jelen, róvás jeleit túlnövi jelem, az Isten se akarja, ő sem, hogy visszát járjam, tetszetősem. Berta Bulcsú, háromszoros József Attila díjas író, újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tiszteletbeli tagja, idén lenne 85 éves. Nagykanizsa szülötte, a Balatonvidékének szenvedélyes híve és írója, sajnos már több mint 20 éve elhunyt. Őrizzük emlékét egy ma is friss hangvételű elbeszélésének részletével, amelyet Újhelyi Kinga, Jászai Mari díjas színművész ad elő. És Takács Bence, előadó művész. Paksik, ha megfelel. Köszi, mondta a lány. Aztán felkapaszkodott a hágcsóra, és beszállt a sofőr mellé. A lány a zeneütemére dobolt a lábával. Varjú a lányra pillantott olalvást, majd megszólalt. Miért nem intettél le egy személykocsit? Kényelmesebb lenne, és gyorsabb is. Integettem én, de... nem állnak meg, mondta Ajk biggyeztve reménytelenül, aztán még hozzátette. Amióta Szigetvárnál bent voltak azok a csajok, a sofőrgyilkosságban nem állnak meg a kocsik. Az ronda munka volt. Hát, ronda. Nem félsz, hogy kinyikkantalak, ha? Kérdezte a szőkelány kíváncsi, ártatlan hangon. Nem, mondta Varjú, és megnézte magának a lányt. Nem volt túlzottan csinos, de az alakja jónak látszott. A combja feszesen, gusztusosan nyújtózott a műszerfal alá. Adhatnál egy cigit? Varjú benyúlt a farmerja zsebébe, és átnyújtotta a lánynak a fecskés dobozt és a gyufát. Varjú nézte, hogy hogyan gyújt rá a lány. Aztán megkérdezte, hova igyekszel? A lány leszívta a füstöt, s a hang kék gomolykással együtt bukkant elő a száján. Először úgy volt, hogy
Pécsre megyünk, de bedöglött a kereszkocsia. 2 órája itt állunk. Meguntad, mi? Hát, nem is az, hogy meguntam. Csak eszembe jutott, hogy el lehetne menni Boglárra. Boglárra? Boglárra minek? Hát, ott a balcsi, és valami jó kis balhé is van ott. Valaki mesélte, hogy tavaly a kápolnában laktak a temető közepén. A kápolna valamilyen művész fejekét, de mindenkit beengednek, aki úton van. És? Hát, csak ennyi. Azt mondják, hogy azok a művész fejek nagyon murisak, de amúgy rendes krapekok. Az ifjúsági parkban találkoztam az ősszel egy lányjal, az 2 hétig ott lagott a művész fejekkel. És mit csináltok ott? Hát, ott voltak. Ha. És ott volt a balcsi. A lány egy képre mutatott. De kik ezek a pókok? Beiratkoztak a kenguru iskolába. Kemerreklám. Paksig mész? Paksig. Mit viszel? Z elemeket. Azok meg micsodák? Nem tudom. Beépítik az atomerőműbe. Jó fej vagy. Szívesen járnék veled. Én is bírlak. Szép a combod. Kedvelem az ilyen lebarnult combokat. Aztán jobb kézzel átnyúlt Varjú a sebességváltó felett, és megsimogatta a lány lábát. Na, mondta a lány, de nem tolta el Varjú kezét. Te állati jó fej vagy. Az lenne a jó, ha eljönnél velem Boglárra. Keresnénk valami kéglit, vagy felmennénk a kápolnába. Hm? Boglárra hogyan? Hát így, kocsival. És a Z-elemekkel mi lesz? Mi lenne? Semmi se lesz velük. Varjú ekkor jobb kézzel átölelte a lányt, és magához húzta. Összetapadt a szájuk. És a kocsi imbolyogva haladt tovább az úton. Figyelj csak ezt a kemény reklámot. Mit gondolsz? Na? Ezek közül melyik nem vinne el téged Boglárra? A lány hosszasan tanulmányozta a színes képet, aztán a kengurura mutatott. Mindegyik elvinne, csak a kenguru nem, de ez érthető. Akkor én kenguru vagyok, mondta Varjú István. A lány hitetlenkedve összecsapta a kezét. Egy ilyen jó fej! Te lesz már rólak, jó? Varjúban újra feltámadt egy bizonytalan érzés. Kialakult köztük valami, amit nem tudott a helyére tenni. A lányhoz hajolt. A szőke megcsókolta, aztán a nyelvét bedugta a szájába. A lány izgett, mozgott a karjában, majd hirtelen kibontakozott. Szia! Mondta a lány, és kinyitott az ajtót. Te? Mi van? Dohányod van. Van egy 20-asom. Jó nagy dohány, mondta Varjú, aztán belekotort a zsebébe, és előhúzott 2 darab 100-ast. Az egyiket átnyújtotta a lánynak, a másikat pedig visszagyűrte a zsebébe. Köszi. Tedd el. Jó vagy nálam. Szia. Te tényleg kenguruvá változtál? Mondta a lány, és mosolyogva intett. És kiugrott a kocsiból. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, Makkai Ádám, Kossuth díjas és Kossuth nagydíjas, magyar Szent István rendel kitüntetett költő, műfordító, az angol nyelv professzora, akadémikus, idén januárban hunyt el, 85. életévében. Egyetemi tanárként hosszú évtizedeken átélt Amerikában és más tájain a világnak, így hazatérte előtt huzamosan Hawaii-ban is, miközben a magyar költészet lelkes fordítója volt.
Ő szerkesztette és adta ki az eddigi legjelentősebb angol nyelvű magyar versgyűjteményt, amelynek műfordításába a korunk számos kiváló angol-amerikai költőjét is bevonta. Makai Ádám maga is sok húron játszó, szenvedélyes hangvételű, kitűnő költő volt. Most hallgassuk meg két versét, az Akamu próféta első levele a havaiakhoz, valamint a Magyarország nevére című két versét, Horányi László és Bálint Márta előadásába. Te szerencsétlen, agyon rondított, megtépázott, aláaknázott föld, robbanj fel végre. Üvöltve közöld, hogy vége, vége. Nem elég, hogy itt-ott még akad egy-egy tiszta vízű tó, vagy hogy a Marsra küldtünk űrrakétát, vagy hogy a Hubble néha hűl, ma még lát, s hogy új bolygónkról színes vízió vagy sci-fi mozi meséje vigasztal. Robbannod kell, jöjjön a kozmikus kiegyenlítés. Zord vagy komikus, akasztófák vagy vagaszi vígasztal, szégyenünkben görnyedjünk végre hétrét. Jó földanyánknak kiszívtuk a vérét. Avagy kicsit másképp. Bár földanyánknak kiszívjuk a vérét, még van belőle. Olajos homok van, és így Kanada sem fuldoklik romokban, hát egyenlőre nagyipartól részvét. Már jó rég lehet napenergiából villanyt kicsalva fűteni a házad. Ez ellen csak az olajipar lázad, mert haszonéhes mániákat ápol. Ha mindenki a fenekén maradna, megszűnne a sok értelmetlen nyüzsgés, tovább élhetnél kínzott földanyánk. Mint rozsdamarta, s életterenre nyűjt kés, vicsorítsd fel az érzeményt a napra, mert fagyott terem, s kígyót költ a fánk. Megint kicsit másképp. Mert fagyott terem, s kígyót költ a fánk. Lucifer szárnya jégcsapokban lóg, leng. Még Arimán bíztatja, mard, s fogózz meg! S lilára hűlve vért fröcsög a szánk. Minél több földet foglal el az ember, annál több lesz a hódító erőszak. Szadista kéjjel támad, és előcsap, nincs ki ezt vágyná bár gyúszerelemmel. Ha kétől fetreng egy-egy Mona Lisa, jól nézd meg arcán, mi van odaírva. Rejtelem, szégyen és haláltudat. Földrabló minden politikus kalmár, ki Káin vétkét felejtetni hal már, ha antik földön túrva ás, kutat. Neved arkangyali rendek ragyogóra aranyozzák. Neved édes, neved áldott, gyönyörű, szép Magyarország. Ki nem ért meg, ne dicsérjen. Ki nem áld meg, ne is értsen. Aki hangot sose hallja, ne kívánt, hogy elítéljem. Neved emberkezű szívek az erőre alapozzák. Neved édes, neved áldott, gyönyörű, szép Magyarország. Ne dicsérjen, ki nem áld meg, ki nem ért meg, ne is áldjon. Hatalommal, ha le is dult, neki rosszabb e világon. Ha ki olvas, neved könyvét az igazságra lapozzák. Neved édes, neved áldott,
gyönyörű, szép Magyarország. Ki nem ért meg, belehaljon. Szava semmis, szava ózsdi, lepörögjön, takarodjék, aki nem idevalósi. Nem az osztály, nem a vallás, nem a faj kele vidéknek, az az ember, az a testvér, akiben magyar a lélek. Neved elszánt, neved érces, neved Isten maga írta, 15-ször millió szívveré, nem sárga papírra. Neved édes, neved áldott, neved elszánt Bibliája, nem erős az, aki adja, a legény az, aki állja. Hatalommal te ne társulj, ne vakítson soha méreg, te kibírtad, te legyűrted, neked dolgoztak az évek. Ha kivénült ez a század, de a poklot te kibírtad, szabadítsd fel te a foglárt, szeretetre te tanítsad. Neved elszáll csudaszárnyon, fiait meglepi sorra, ki ragyogsz a nagyvilágban, a határt is letiporva. Neved arkangyali rendek, ragyogóra aranyozzák. Neved édes, neved áldott, gyönyörű, szép Magyarország. Ferdinándi György, egyebek mellett József Attila, Márai Sándor és Prima Primissima díjas prózaíró, műfordító, egyetemi tanár, akadémikus. Az elmúlt napokban töltötte be 85. életévét, amihez szívből gratulálunk. Makkai Ádámhoz hasonlóan ő is 1956-ban hagyta el Magyarországot. Franciaországban, Észak- és Közép-Amerikában tanult, majd tanított, prózaíróként, műfordítóként és tanárként egyaránt dolgozott. Századunk egyik jelentős magyar novellistája, akinek életműve ma is újabb és újabb kötetekkel gazdagodik. Tavaly megjelent Különös Boldogság című könyvéből Óber Frank Pál előadásában hallunk egy elbeszélés részletet. Ezt követően pedig az önök nagy tapsa kíséretében az első rész végéhez érünk, de várunk mindenkit vissza nagy szeretettel a szünet után, hiszen ismét zenével folytatjuk, talán mondhatom egy meglepetés zenekarral, a Csík zenekarral. Apa és fia. Tavasszal jöttél volna a világra, hóolvadáskor, az első langyos szelek idején, akkor, amikor a legfáradtabbak az emberek. Apád minden nap a nyakába szedte a várost, hólyagos lábakkal járta az emeleteket. A déli külvárosban jelöltek ki nekem egy új lakótelepet, sok gyermekes családok szorongtak a puszta szobákban, a lompos, kimerült anyák védekezését túlordították az éhes kicsinyek. Apád vaságyakat, ládát, pelenkákat biztosított, este a családfő aláírásáért másodszor is visszagyalogolt. Aláírták? Leültettek, kávéval kínáltak, mindent aláírtak volna egy emberi szóért. Ha nem volt erőm felállni, elmesélték az életüket. És mi? Az északi külvárosban laktunk, egy másik szakasztott olyan telepen. Anya bölcsődébe vitt volna munka előtt, verejtékes hajnali rohanás. Én csak vasárnap játszhattam volna veled. Ha süt a nap, a kanális mentén sétálunk, hallgatunk, nézzük a kikötőben csikorgó emelődarukat, néha leülünk, a gyérlombú fák alatt ringatjuk a kapott szürke kocsidat. Ugye szépek a felhők, ugye szépek a fák?
Te sem emelted volna fel sokáig a fejed. Megismerted volna a port, a pelenka szagot. Talán jobb is így. Mi lett volna veled? Anyám arcát látnám mindenütt, a te két kezedet. Anyád egy nap megkapta a címet. Orvoston hallgató, nálam alig öregebb, tanú nélkül vállalta. Maradtam volna, de nem lehetett. Kint ácsorogtam a fasorban, felöltőmbe ette magát a hideg. A fákról hullottak a sárgára fagyott levelek. Gondoltál rám? Anyád nyugtalanított. Nem voltál fiam, mert nem lehetett. Úgy osont el, mint egy betörő, felgyűrt gallérral, műszertáskával a hóna alatt. Anyám! Vértelen arccal vacogott, a vásott takarókra téli kabátot terített, keskeny fehér csík maradt a szája szélén. Nem szólt hozzám, amíg törölgettem homlokomról a vizet. Később sem beszélt rólad, soha többé. Nem értek semmit. Anyám sírt. Tudom, hogy szeretett. A műtő sarkában a kagyló, a nyomorult le sem húzta a vizet. Legyűrtem a sírást, a hány ingeremet. Anyádat elaltatták a szerek. Később minden mozgásba jött valahogy, könyvek, vizsgák, szerződések, lassan természetessé váló rész, sikerek. Megismerhetted volna a tengert, a napfényt, a hullámokat, a hegyeket. Még nem volt késő, emlékezetedbe vésetted volna lassan elmúló dédszüleidet. Az emberek? Átvirrasztottad volna az éjt. Láttad volna a holdon első esetlen lépéseiket, te már nem tudtad volna azokért a lépésekért apád milyen árat fizetett. Azután visszatértél volna a házba, nem fintorogtál volna talán, nem csengett volna a csendtől a füled, amikor eltemettél volna, megszeretted volna azokat az omlós fekete rögöket. A testvéreimről nem szólsz? Azt hittem, te leszel. Valahányszor testvéred született. Az utolsónál voltam a legtürelmetlenebb. Este jött meg, anya felkönyökölt, alig tudtak kivárni, görcsösen szorított a kezem, szép, erős kisfiunk született. Álmomban mégsem őt láttam. Éter émeítette a gyomrom, mélyvízi csend gyűrűzött, porcelán hidegen. Szopod az ujjad? Alszol? Öcséd született. Másnap az anyakönyvvezetőnél nem adtam neki a neved. Gyengülök, apám, már alig várom, hogy lássalak, hogy kinyíljon a szemem. Te is vársz engem, anyám? Nem érzem az öledben ölelő meleget. Egészséges magzat, életre való. Mosolyogtál. Ringatott a víz, áradt belőled a szerelem. Néztelek. Álltam a műtőben, ahol egyszer fal mellé toltuk a műszereket. Nem szólsz, fiam. Régen gyakran beszéltünk, hosszú, álmatlan éjeleken. Csak egy szót szólj, mielőtt a hangodat is elfeledem. Apám, olyan boldogok lehettünk volna. Miért engedtétek, hogy elpusztítsák az életemet? Ovális fehér kagyló,
üres szemgödör. Homorú kehelyben kristálytiszta víz, porcelán koporsóban hűlő, áttetsző, fehér test, hátgerinc árnyéka, eltépett köldök zsinór, szabadon lebegő hosszú húzal. Dübörög a víz, örvénylő hab kavarog, két ökle közé szorítja az arcát, úszik a távoli tengereken.